A nyírségi hospisz alapítvány is készül a hospisz világnapra. Pénteken Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban várják az érdeklődőket. Az alapítvány célja, hogy szakmai hátteret nyújtson a daganatos megbetegedésben szenvedők részére. Vendégem a témát illetően itt a 35 perc stúdiójában a nyírségi hospisz alapítvány kuratóriumai elnöke Bákányi Mikózita köszöntöm. Köszöntöm én a program kapcsán szeretném az első kérdést megfogalmazni, kik az érdeklődők egy ilyen hospice világnapi programra? Igen, na most ennek a v hospice világnapnak nagyon fontos feladata, a magának a hospisznak, a hospisznápolásnak és ennek a szolgáltatásnak a természetessé válása a mindennapokban. Ennél fogva igazából mindenki számára nyitott ez a program. Tehát ugyanúgy szakemberek, ugyanúgy laikusok, felnőttek, gyerekek, középiskolások, tehát minden generáció, és mindenki, aki tulajdonképpen nyitott iránta, és valamilyen szinten, akár szakmailag, akár mondom, mint érintett esetleg érdeklődne ez iránt a világnapi rendezvényünk iránt. Tehát mindenkit szeretettel várunk. Mit és ér bele ebbe a programba? Igen, hát a programunkat elég széles körbe próbáltuk összerakni, és pont ezeknek megfelelően, hogy az előbb is említettem, tehát igyekeztünk olyan előadókat hívni, akik tulajdonképpen egy kicsit közelebb viszik az emberekhez, a lakosokhoz azt, hogy minden nagyobb információval rendelkezzenek, hogy mit is jelent maga ez a hospice, hogy hogyan lehet igénybe venni, hogy maga az ellátás, hogy kiknek szükséges, és ugyanúgy ezt szak, tehát szakemberek részére is megpróbáljuk megfelelően tájékoztatást adni, mert észrevettük, és ez sajnos a mindennapi tapasztalatban benne van, hogy elzárkóznak az emberek ettől a szolgáltatástól, en, tehát nem igazán akarják, vagy nem igazán van rá lehetőség, hogy megismerjék ezt a szolgáltatást. És maga a világnapnak is ez lenne a fő mondani valója, hogy minél szélesebb körbe terjedjen. Hát nézzük, hogy ebbe a kis beszélgetésbe most mi fér bele nekünk, maga a hospice ellátás, hogy akinek még nem kellett ezzel a fogalommal, vagy magával az életben a szolgáltatással találkoznia, hogy mire gondoljon, és ugye kiknek a segítésére, támogatására szolgál. Igen, hát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy ugye Magyarországon éves szinten több mint 35 ezer daganatos megbetegedéseket diagnosztizálnak, és sajnos ezeknek a száma nem csökken. Na most ebből kifolyólag elég nagy számban vannak azok a betegek, akik ugye belekerülnek abba az állapotba, hogy az életvégi állapotokba, a halál előtti szakaszba tehát olyan ellátást igényelnek, ami teljes ellátás 24 órán keresztül, akár a család, akár szakember segítségére szorulnak. igazából ez már az az időszak maga a hospice, amikor nem arra törekszünk a mindennapokban, hogy gyógyítsunk, hogy megpróbáljuk és küzdünk azért, hogy felépüljön a beteg, hanem Pont az ellenkezője, hanem segítsük azt, hogy azok a hátralévő időszakok, hogy a betegnek a mindennapjai könnyebbek legyenek, hogy ezeket próbáljuk megszebbé tenni. És ebben próbálunk segíteni, mind a családtagoknak, mind a betegeknek. Maga az alapítvány, az önök alapítványa, mióta tudja felvállalni ezt a feladatot? De az alapítványunknak a feladat egy kicsit ennél összetettebb. Közel tíz éve működünk már, mint nyílségi Hospice alapítvány és igazából mi megpróbáljuk a lakossághoz közelebb vinni ezt az ellátási formát olyan formába, hogy legyen az prevenció, tehát próbáljuk egy kicsit megelőzni, hogy segíteni a lakosságot abban, hogy minél több szőrővizsgálatok, vagy esetleg ideje korán kiszűrni ezeket a betegségeket. Ugyanakkor egészségmegőrző programokat, akár iskolába, akár fiataloknak próbáljuk elvinni ezeket a szolgáltatásokat, illetve hogyha olyanok vannak, akik már természetesen belekerültek, Ebbe az állapotba. Ha családtagként vagy maga betegként kerülnek hozzánk és keresnek fel minket, akkor megpróbálunk nekik segíteni, tanácsokat adni. Tehát ilyenkor ugye annyira sok a kérdés egy ilyen betegnél, illetve családtagnál, hogy azt se tudják, hogy ugye bepánikolnak, félnek, tehetetlennek érzik magukat, és nem tudják, hova merre lehet for fordulni segítséget, és mi ezekbe próbálunk segíteni a mindennapokban. Itt ugye nagyjából egy évtizedről Tudnak önök beszélni az alapítvány vonatkozásában, de hát az ilyenfajta szolgáltatásra, vagy munkára, vagy hozzáállásra mindig szükség volt. Tehát mi volt korábban? Igen, hát tulajdonképpen Magyarországon 2004 óta működik maga a hospice ellátás. Ugye itt a megyébe, azért ez jóval később kezdődött ez a Bocs megyébe. Természetesen előtte is ugye történtek maga az ápolások, megkapták a betegek a teljes ellátást. Csak ami a nagy különbség maga a daganatos betegek ellátásánál, hogy ugye itt nagyon fontos a mentális támogatás. Itt fontos az, hogy ott legyünk a beteg mellett az utolsó időkben, hogy igazából nem is a fizikai segítség, hanem az, hogy esetleg meghallgatni. Nagyon fontos szerepet kapnak az önkéntesek. Az önkénteseknek a munkáját mondhatnám, hogy kiemelkedő ebbe a szerepbe. Tehát eddig is volt, csak nem volt ennyire külön kategorizálva, és azért ennyivel többet ad a mentális oldala miatt. Hát akkor talán felesleges is, de semmiképpen sem felesleges már a téma miatt az utolsó kérdésem, hogy hogyan tudnánk megfogalmazni az önök szerepét a helyi egészségügyben. Nyilván, ahogy létrejött az alapítvány, elkezdtek dolgozni, önkéntesek csatlakoztak önökhöz, ahogyan ön most kiemelte ennek a fontosságát, én úgy gondolom, hogy akkor egy évtized után már meg lehet ezt válaszolni. Igen, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy a szakmával, a szakma többi részével is jó kapcsolatot ápoljunk. Tehát ugyanígy a fekvő beteg intézettel, a járó beteg az alapellátás intézettel. Tehát igyekszünk úgy, hogy minél szélesebb körben kialakítani az egészségügyi szakmai kapcsolatot, és ezáltal úgy gondolom, hogy így lehet egy betegnek egy komplex ellátást biztosítani, mert maga a hospice ellátás is ugye több részből áll, ugye vannak a kórházi ellátás része, van a otthoni hospice ellátás, és ez csak úgy lehet a betegnek minél színvonalasabb és magasabb és komplexebb szolgáltatást nyújtani, hogyha minden irányból megkaphatja a beteg, és van rá lehetőség, hogy meg is kapja ezt a szolgáltatást. És mi ebbe próbálunk egy olyan kontaktot felvállalni, hogy ezáltal segítsünk a rászorulókon, az érintetteken. Köszönöm szépen a beszélgetést, az információkat, és zárásképpen szeretném még egyszer elmondani az önök rendezvényének a helyszínét és az időpontját. Október 11-e, 10 órai kezdettel a Váci Mihály Kulturális Központban. Mindenkit várnak tehát a Hospice világnapi rendezvény kapcsán. Én megköszönöm a beszélgetést Köszönöm önnek. Köszönöm szépen én is.